Solymos Tóni visszahozta azokat az időket, amikor még könnyebben ment az élet, hosszú távú terveket készíthetett az ember, és az unokák még csak ezekben a tervekben szerepeltek. A bátaszéki időseket hívta egy nagy közös karácsony előtti találkozásra a város. Nekünk utódoknak tényleg kötelességünk, hogy minden alkalmat megragadjunk annak érdekében, hogy köszönetet mondjunk azoknak a generációknak, akiknek köszönhetjük bátaszéki jelenét. Ezt meg is tettük az elmúlt időszakban, hiszen egyrészt a klasszikusnak ugyan nem mondható, de évtizedek óta ünnepelt idősek napján is megköszönjük a bátaszéki idős generációjának a munkáját. És hát évtizedek óta hagyomány, hogy itt karácsonytáján, advent időszakában is együtt ünnepelünk egy kicsit, együtt hangolódunk a karácsonyra. Ez abból a célból jött össze, hogy tényleg az idős generációnak megteremtsük azt a lehetőséget, hogy egymással is tudjanak találkozni, hiszen talán korukból adódóan kicsit nehezebben mozdulnak ki, kicsit elveszítik a kapcsolataikat a régi munkatársakkal, a régi barátokkal, és így advent idején, karácsony táján ez az esemény tökéletesen alkalmas arra, hogy összejöjjenek, kicsit beszélgessenek, nosztalgiázzanak, és együtt készüljünk a karácsonyra. Korukat megcáfolva igen aktívan vesznek részt a városunk közéletében. Két nyugdíjas klubunk is van, akik közel 150 főt foglalnak magukba, és foglalkoztatnak, és szervezik a programjukat. És hát nem tudunk úgy hozzájuk fordulni kérése, hogy nem mondanák, hogy azonnal jövünk és segítünk. Példaértékű, és a fiatalabb generációknak is van mit tanulni tőlük, hiszen ők valóban önzetlenül nyújtják a segítséget, és hát bátra fordulhatunk hozzájuk. Az ESZ szervezője a város mellett a gondozási központ, akik nap mint nap szembesülnek az idősek gondjaival, nehézségeivel, de ott vannak az örömeikben is. Idén rekordszámban 370-en jelentkeztek erre az ünnepségre, ami nagyon nagy öröm nekünk. Nálunk jelentkeznek, szállításban segítünk, akik már nehezen mozognak és nem tudnának eljutni ide a karácsonyi ünnepségre, nekik segítünk abban, hogy ide érjenek, illetve utána majd haza is tudjanak menni biztonságban, és segítünk abban, hogy minden jó legyen és hogy jól érezzék magukat itt. A résztvevők száma is jelzi, egyre többen vannak, akik gondoskodásra szorulnak. Minden szolgáltatásunkban azt tapasztaljuk, hogy egyre több az igénybevevő, egyre több, aki szeretné a szolgáltatásainkat igénybe venni és használni ezeket a lehetőségeket, úgyhogy igen, egyre többen vannak. De ez a nap a vidámságról szólt, az együttlétről, a karácsony közelettéről. A város számára továbbra is fontos marad a 70 évek felüli korosztálya, és a lehetőségekhez mérten mindent el fognak követni, hogy ne csak egy-egy ilyen nap során, hanem egész évben érezhessék a törődést. Jó,